Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztató témája, hogy ebben az évben 2024. szeptember 18-án Karcagon, a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban kerül megrendezésre az immár 29. alkalommal meghirdetett évpolgármestere választás, a polgármesterek a randevúja rendezvény. Ezzel kapcsolatban köszöntöm Oltványi Tamás főszervező urat, illetve F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, és megkérem, hogy néhány szót a rendezvényről, illetve majd a találkozó fontosságáról szóljanak a mellettem ülők. Én polgármesterként nagyon nagy örömmel fogadtam azt, hogy ebben az évben Karcag adhat otthont ennek a nagyon színvonalas és nagyon neves rendezvénynek, ahova az ország számtalan pontjáról, minden kis és nagy településéről természetesen várjuk az érdeklődőket, a polgármester kollégákat, és kíváncsian várjuk azt, hogy idén kikapja a díjat. Átadom a szót a főszervezőnek. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, és mindenkit tisztelettel köszöntök, és megbecsüléssel vettem tudomásul, hogy Karcag, mint a Nagykunság fővárosa, ezt a rendezvényt ebben az esztendőben vendégül látja. Nagyon szépen köszönöm. 29. alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt, így az önkormányzat területen ez a legnagyobb hagyománnyal rendelkező rendezvény Magyarországon. Erre nagyon büszkék vagyunk. Azért találtuk ki, hogy informális terepet adjunk a politikusoknak, legyenek országos vagy helyi vezetők a találkozásra, a kapcsolatépítésre, ami nagyon fontos. Ebben az esztendőben különleges az időpont, hiszen a választás után vagyunk, az önkormányzati után, de október 1-től lépnek hivatalba a újonnan megválasztott vagy most megválasztott testületek. Ezért mindenkit invitálunk, azokat is, akik régóta regnálnak, és azokat, akik csak ebbe a nehéz munkába most fognak belépni. Tehát mind az korábbi, mind az új vezetőket a környékre, az ország minden részéből nagy-nagy szeretettel várjuk. Mit kínálunk? Azt kínáljuk, hogy Tukai államtitkár úr elmondja majd, hogy az önkormányzatokra milyen feladatok hárulnak az elkövetkező időben. Meghívtuk Varga Mihály pénzügyminiszter urat, hogy ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot vagy a lehetőségeket vázolja föl. Reméljük, hogy a meghívásnak eleget tud tenni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az ország meghatározó cégei állnak a rendezvény mögött, akik olyan rövid előadásokat fognak tartani, legyen az a névadó Magyar Bank, Holding Bank, vagy a Porsche Hungária, vagy a Telekom, vagy a Magyar Posta, tehát olyan információkat, amelyek az önkormányzat számára relevanciával, újdonsággal bírnak. Nagyon köszönöm, ezen a fórumon is kihangsúlyozom a támogatást. Ezen kívül természetesen a rendezvényváros bemutatkozik kulturális produkcióval is, és hát elsősorban azzal a csodálatos építménnyel, amit volt szerencsém már a Munkácsi kiállítás során meglátni, nagy örömmel láttam a fejlődésnek ezt a jelét is, és öröm az, hogy egy ilyen rendezvényt ebben a gyönyörű épületben fogunk majd megrendezni, abban a reményben, hogy nagyon sok hasonlótok lesz. Nem véletlen, hogy Munkácsi Mihály festménye van mögöttünk. Ami a választást illeti, hiszen az év polgármestere választás ez az eseményhez kötődik. Ez a szféra rendezvénye, tehát magánrendezvény. Nagy öröm, hogy dr. Navracs Tibor, a területet is felügyelő miniszter, a rendezvény fővédnöke. A szféra meghirdette már az első pillanattól kezdve gyakorlatilag azt, hogy ezen az eseményen internetes szavazás során meg lehet választani az év polgármesterét,
tavaly téged választottak, ez megint gratulálok, alpolgármesterét és jegyzőjét. A szavazás a www.sferaeuropa.hu honlapon lehetséges, ez nem a reklám helye, hanem egy fontos információ. Augusztus 1-től augusztus 31-ig lehet szavazni, egy mail címről egy szavazat adható le. Ennyit kell tudni, és utána majd érdeklődéssel várjuk, hogy kit köszönthetünk. Egy viszont nagyon lényeges az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a rendezvénynek az időpontja különleges, ezért azokra a városvezetőkre lehet szavazni, akik június 9-én hivatalban voltak, hiszen mindig visszatekintünk, és a választók is a visszatekintés alapján adják le a voksukat. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon köszönöm még egyszer, és átadom képviselő úrnak a szót. Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és egy olyan rendezvény beharangozóján vagyunk, amely 29 évet élt meg, 29 alkalommal. És mutatja azt a kezdeményezők kitűnő ötletét és sikeres szervezését, hogy kevés olyan dolog van egy országos rendezvény, amely 29 alkalommal minden évben megrendezésre kerül, minden évben sikeresen megrendezésre kerül. Hiszen egy olyan igényt elégít ki ez a rendezvény sorozat, amelyben mutatja azt, hogy egy választáson egy polgármesterről szavaznak a választópolgárok. Értékelik a munkáját, ez minden ciklusban az önkormányzati választáson meg lehet mutatni. De hogy a polgármesterek között ki az, akit még jobban kedvelnek, akit értékelik a szavazók, az állampolgárok a munkáját, kevés ilyen rendezvény van, talán nincs is, unikumnak lehet ezt a rendezvényt nevezni. És mindenképpen kitűnő rendezvény, hiszen a polgármesterek foglalkoznak a saját településükkel, de kevés olyan alkalom van, amikor akár az ország két végéből polgármesterek meg tudják az információkat osztani egymással, a tapasztalatokat, meg tudják ismerni egymást, és ez a rendezvény egy ilyen rendezvény. És hát a szponzorok nem véletlenül jelentkeznek ezekre a rendezvényekre, hiszen azok szponzorálják ezeket a rendezvényeket, akik kapcsolatban vannak az önkormányzatokkal, akik mindennapi munkakapcsolatban vannak az önkormányzatokkal, és ezből is látszik, hogy a cégeknek is fontosak az önkormányzatok, fontosak a polgármesterek, és fontosak azok a rendezvények, ahol egymással tudnak akár kötetlenül beszélni. És mindenképpen büszkeség számomra, hogy Karcagon kerül megrendezésre ez a nívós országos rendezvény, és én arra is büszke vagyok, hogy az előző évben Szepesi Tibor polgármester úr volt az év polgármestere a szavazás alapján, és jobb helyeket lehetett volna találni, de mégis a karcagi kulturális központ, ahogy mi mondjuk a Sámán Dob, egy kitűnő alkalom lesz arra, hogy kulturált környezetben, különleges környezetben a polgármesterek, a cégek, a döntéshozók tudjanak találkozni oldott formában. Én köszönöm a szervezőknek ezt a 29 esztendőt, és köszönöm azt is, hogy Karcag városára gondoltak a 29. alkalommal. Köszönöm szépen. A sajtónak mutassuk be, hogy ez az a Szász Endre remek mű, amit az év polgármestere, az év alpolgármestere és év jegyzője ebben az esztendőben is meg fog kapni. Köszönöm. Akkor nem marad más hátra, mint tiszteltel megköszönjem a részvételt, megköszönjem én is képviselő úrhoz csatlakozva a szervezést, azt, hogy Karcag város lehet házigazdája ennek a nagyszerű és szép eseménynek, és valóban egy különleges helyszínen a Sámán Dobban várjuk az érdeklődőket, várjuk a polgármester kollégákat, alpolgármestereket, jegyzőket, és valamennyi olyan települési képviselőt, aki szeretne részt venni a rendezvényen. Én arra biztatok mindenkit, hogy éljen a szavazás lehetőségével, a megadott elérhetőségeken, és találkozzunk 2024. szeptember 18-án Karcagon, a Sámán Dobban a 29. év polgármestere választás eredményhirdetésén.